csak pár pillanat, és kezdődik a heti reggeli ébresztő műsora, a Pirkadat. Ön a Pirkadatot, Magyarország legújabb reggeli műsorát látja. Élőben a stúdióból jelentkezik Brajer Péter. A Pirkadat mai vendége... Valás református lelkész, aki nem csak a lelkekkel, hanem a testekkel is foglalkozik, hisz fontos neki a helyhatósági választást megelőzően is, meg utána is, hogy mi történik azokkal a lakosokkal, akik rá vannak bízva. Szép jó reggelt kívánok! Reggelt. Ugyan 1000 éve ismerjük egymást, talán egyszerűbb lenne, hogyha a magázódást félretennénk, így jobban be tudnék olvasni önnek, neked. Tehát rökkenő meleg van, és mégsem locsolják a várost eléggé, ha csak nem a zápor, ha néha eszébe jut. Mennyire nehéz ilyenkor az idősebb korosztályt ellátni a te körzetedbe, amiért felelős vagy? Nagyon nehéz, hiszen az idősebb korúak nagyon nehezen engedhetik meg, vagy nagyon kevesen engedhetik meg sajnos maguknak, hogy megfelelő hűtésről gondoskodjanak. Úgyhogy nagyon remélem, hogy idén is az önkormányzat mindent meg fog tenni annak érdekében, hogy hűtött közintézményeket a nyilvánosság rendelkezésére bocsátja. Szerte a világon ilyenkor a templomokat és a zsinagógákat megnyílják a helyi lakosok előtt. Sor kerülhet erre a te kerületedben is, illetve Nagy-Budapesten. A templomok nagy része nálunk is nyitva van, úgyhogy nagyon remélem, hogy ez a hagyomány is folytatódik. Hogy gondoskodnak a kerület vezetői arról, hogy ebbe a rökkenő melegben, ugyan részben ez a főváros feladata, de a kerületek is gondoskodnak az ivóvízellátásról? Én nagyon remélem, hogy folytatja a párbeszéd is ezt a hagyományát, hogy ivóvizet fog majd, hideg ivóvizet fog majd osztani. Ezzel majd amikor 40 fok fölött lesz, addig nem? Volt már sajnos egy hőségriadó. Én azt tudom és azt gondolom, hogy sajnos eljutottunk a klímaváltozásban arra a pontra, amiről különben a párbeszéd már nagyon-nagyon sokat beszél. Valamit tenni kell, és erre fel kell készíteni a kerületeket is. Ezt még Erzsébetvárosban itt nem látom. Országszerte ballagnak a diákok, évzárók vannak. Vannak, akik már régen elküldték a jelentkezéseiket is a továbbtanulásra. Ha összegeznünk kéne a 7. kerület oktatásában az egyházak, az Istennel való kapcsolat, akkor ezt hogy értékelné? Én azt gondolom, hogy Erzsébetváros nagyon-nagyon régóta egy valójában egy diákváros is, hiszen nagyon-nagyon sok és nagyon jó minőségű oktatási intézményeink vannak. Nagyon sajnálom, hogy a kormány ezeket elvette tőlünk, úgyhogy így, de ettől függetlenül a kapcsolat az továbbra is nagyon szoros. Nagyon örülök annak, hogy az ország egyik legcsodálatosabb és legnagyobb múltú intézmény a Fasori Evangélikus Gimnázium itt van a kerületben. Nagyon sok Nobel-díjat adott ennek az országnak. Nagyon örülök annak, hogy fejlődik a Fasori Református Kollégium is. Idén vettek egy újabb épületet, és hát mondanom sem kell, hogy a zsidó hitközségek is nagyon-nagyon élénken vannak itt oktatási intézményekkel a kerületben, mint az ortodoxia, mint a neológia, és hát itt van az EMIK-nek is az egyik iskolája. Nagyon érdekes módon a 7. kerületnek egy fideszes polgármestere van vezetése, mégis úgy tűnik, hogy a pártok, illetve a koalíció, a városvezetés nagyon harmonikusan, lényeges döntéseket tudott hozni, és kisebb-nagyobb surladásokkal nagyon jól együtt tudtak működni. Miért kéne ezt az együttműködést felcserélni egy ismeretlen más felállásra? Én azt gondolom, hogy lehet jobban csinálni, ami ma van Erzsébetvárosban. Itt ebben a műsorban is többször elmondtam, de nekem továbbra is az a nagy kritikám a városvezetés fele, hogy noha együttműködést, én azt látom, hogy van, és van egy nagyon korrekt munkakapcsolat a polgármester és a fideszes frakció közül. Pozitív eredmények vannak. Igen, viszont én azt gondolom, hogy ettől függetlenül viszont lehet jobban is csinálni, és nagyon remélem, hogy Niedermüller Péter vezetésével egy új ország kezdődik majd ebben a városban. Ehhez nem tudok hozzászólni, mert nem politizálok, nem itt és nem máshol. Ez persze nem jelenti azt, hogy nincs véleményem, de nézőim ezt más műsorokban szeretnék megtudni. Mit tervez, mit szeretne csinálni, hogyha
a pártja mégis bizalmat ad önnek, ami még nem világos, hisz az említettek listáján még nincs rajta. Ugyan gőzerővel dolgozik, és annak ellenére, hogy nem látjuk a plakátjait, és nem arról beszélnek, hogy ön is labdába tud rúgni, illetve tovább tudja szolgálni a kerületnek, ugye a hitéletét, mind a társadalmi életet. Ezt hogy éri meg, illetve ennek ellenére mind egy katepillár gőzerővel dolgozik. Hogy van ez így együtt? Ennyire hisz magába, vagy hisz a pártjába, vagy hisz az örökké valóba, hogy majd az utolsó pillanatban azt mondják, hogy igen, az ellenzéki csapatok összefogásában akár egy alpolgármesteri széket is szeretnénk Szűcs Balázsnak? Én azt hiszem, hogy az eredmények magáért beszélnek, amit az elmúlt időszakban a körzetem tettem. De ha a jelölő listán nincs rajta, akkor... De én a pártomnak vagyok a képviselőjelöltje. Én nagyon remélem, hogy hamarosan össze fog állni Erzsébetvárosban a teljes baloldali, illetve teljes ellenzéki összefogás. És nagyon ez remélem, egy rajdi elszólás volt, hogy baloldali Erzsébetvárosban polgárok élnek, akik nem feltétlenül kell baloldaliaknak lennie. Hanem ellenzékieknek, azoknak az embereknek a szövetsége, akik valami változást szeretnének ebben a kerületben. Igen, köszönöm a kijavítást. Én nagyon remélem, hogy hamarosan meg fog születni ez a megállapodás. Tárgyalás alatt vagyunk, és nagyon remélem, hogy fogok indulni a régi körzetemben, illetve annak az új körzetében, a hetes körzetben, a Damjanich utca, a Peterdi utca és ezek környékén. És mit ígér nekik? Több muskátlit? Egyrészt szeretném bemutatni nekik az eddigi munkámat. Több mint 500-an írták alá Antal Imrének, Magyarország egyik nagy múltú és nagy hírű televíziós személyiségének az emléktábláját. Sikerült megújítani, és folyamatban van a Reformáció Park. Több százan írták alá azt a petíciót pár évvel ezelőtt, amivel a Damjanich utcában egy új gyalogátkelőhelyet sikerült létrehozni. Sikerült rávenni az önkormányzatot arra, hogy a Városliget ZRT-vel kezdjen el tárgyalásokat, hogy a Városligetben megépülő mély garázsokban az erzsébetvárosiak kedvezményesen parkolhassanak. Sikerült elérni azt, hogy a Damjanich utca december 23-ával az új parkolási rendszer bevezetésével az ingyenessége megszűnik, és a helyiek kerülhetnek előnybe, ugyanígy a Bajza utcában és a Városligeti fasorban is. Tehát én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon sok mindent sikerült elérni. Amiket most elmond, ezeket még akkor állította össze, amikor még arról álmodott, hogy indul, mint polgármester jelölt, nem? Aztán azt gondolom, hogy minden politikusnak, és hogy ezt már műsorban is elmondtam, nagyon fontos az, hogy képes legyen magát egy kicsit hátratenni, és sokkal inkább a célokat előtérbe helyezni, és nyilvánvalóan itt egy az egy ellen kell indulni. Kedves nézőim, látják, ilyen, amikor egy Isten szolgája politizálni is kezd, saját magát hátrébb teszi a közért, a jóért, mi jó szívvel minden jelentkezőt szeretettel várunk, és mindenkinek szurkolunk. Egy a lényeg, minél többet szolgáljanak a polgárokért, és életünk legyen jobb. Köszönöm, hogy rendelkezésünk rá. Előzetesek, és jövünk vissza, tartsanak velünk.